rendszerváltás előtt, tehát ő nem kapott még Kossuth díjat sem. A világ legjobb rajzolójának nincs Kossuth díja Magyarországon. Schénernek van, mert hazajött, és akkor hazajött, a nyakába akasztottak mindenfélét. Itt látni egy pár képet. Itt van 5 darab Matuska Szilveszter kép. Matuska Szilveszter a Viatorbágyi viaduktot miután felrobbantotta, ott lehet egy ilyen fotót látni. Életfogytiglan kapott a Váci fegyházba. Itt derült ki, hogy ő egy szép lélek volt. Kórusba énekelt, hangszeren játszott és képeket festett. Nem áll szóba se a köztörvényes bűnözőkkel, se a politikai foglyokkal, úgy járkált ott, mint egy fensőséges lény. Ez egy nagyon érdekes történet volt. 10 évig kutattam Matuskát, és még a nevelő tisztjével is tudtam beszélni. 3 kép az úgy maradt meg, hogy akkor elment, hogy szabadult ki Matuska? Ezt még elmesélem. Kiadta magát a fegyház igazgatójának. Igen, ezt már többször, már sok helyen elmeséltem, hogy 44. decemberben bejönnek az oroszok Vácra, és mindenki hazamegy. Kiürül a Váci fegyház, hazamennek a rabok is, meg a fegyőrök is. Egyedül Matuska Szilveszter átöltözött, öltönt vett nyakkendőt, és mint börtönigazgató fogadta az oroszokat, és több mint 6 hónapig igazgatta itt őket mindenki megelégedésére. 6 hónap után ment haza Csantavérre, és itt hagyta a katona ládáját a nevelő tisztjénél, hogy vissza fog jönni érte. Hát soha nem jött vissza érte, 2 év múlva nyitották ki a katona ládáját, hogy mi lehet benne tűzszelészekkel. Mert hát, ha robbanni fog. És akkor kiderült, hogy Matuska egy nagyon-nagyon jó művész. A macskákat is ő festett. Azt és ez a fegyház, ugye? Az meg a fegyház, azt a börtönigazgatónak a falára. Ez regény téma. 10 évig kutattam, sokat írtam róla a históriába is, és nagyon érdekes volt a Biatorbágyi lap, Biatorbágyon ugye volt egy ilyen színes lap akkoriban, és írtam, és folytatásokba közölték a írásaimat, amit én 10 év alatt összekutattam, mert ott nagy szerzek. És egyszer csak szóltam nekik, hogy vége, nincs több, ennyi volt a Matuska, fölhívnak, hogy nem igaz, hogy nem bírok még egy-két történetet kitalálni, mert úgy vitték a lapot, hogy az csuda. Mondom, ezeket nem kitaláltam, könyörgöm, ezek a valóságról szóltak, ezeket mind felkutattam a meglévő emberték, akik még ismerték őt. Úgyhogy, de engem a képek érdekeltek. Ja. Nagyon, nagyon ügyes keze volt neki egyébként. És volt ideje is megfesteni a dolgot.